A kutyák léhegéssel tudják leadni a felesleges hőt, de így csak korlátozottan tudják hűteni magukat. A gazdi kis medencével, árnyékos fával vagy a lakásba való beengedéssel tud segíteni kedvencének. A fokozott aktivitást viszont nem ajánlott ilyenkor. A lakásban használhatunk klímát a kellemesebb hőmérséklet biztosítására, de csak okosan. Fontos, hogy a kinti és benti hőmérséklet közti különbség ne legyen több 7 foknál. Persze nekik is ugyanolyan rossz lehet, amikor telibe fújja őket a hideg levegő, tehát csak ésszel. A sétáltatásnál arra kell figyelni, hogy kinek milyen fajtája van. Ugye vannak a nagyon terhelt fajták, buldogok, mopszok, esetleg a légcsőbeteg Yorkshire terrierek. Na hát nekik jó kora reggel, meg későn, amikor nincs olyan nagy hőség. Igazából ezt az alapszabályt bárkinél lehet használni. A másik pedig ugye a nagyon forró aszfalt, meg esetleg ilyen csatornafedél felületek. Ezeket érdemes elkerülni. Ugye van ez a kész szabály, hogy letesszük a kezünket, ha mi ott 5 másodpercig kibírjuk, akkor valószínűleg ők is bírni fogják. Bár idén nyáron még nem volt több napos tartós hőség, és évről évre nagy hangsúlyt fektetnek a kommunikációra az állatvédők, rendszeresen riasztják őket láncon, tűzőnapon hagyott kutyákhoz. Térségünkben nem ritka, hogy a szomszédtól vagy jó szándékú állatbarátoktól kapnak bejelentést. A helyzet súlyosságától függően igyekszünk minél hamarabb a helyszínre érkezni, és hát a tulajdonos, hogyha otthon van, ez a jobbik verzió, akkor megpróbálunk nyilván vele érdemben kommunikálni, elmondani, hogy mi a probléma az ottani állattartással, mik azok a dolgok, amiket mindenképpen ott és akkor változtatni kell. Tehát legyen ez akár a lánchossznevelés, nyilván egy árnyékos helynek a biztosítása, ami egyébként nagyon egyszerű, mert egy kifeszített lepedő is tud neki a tartási hely fölött annyi árnyékot biztosítani, hogy ne a tűzőnapon legyen. Nyilván a több ponton kihelyezett ivóvíz, ami nagyon fontos, és az, hogy ez is legyen rendszeresen napi szinten cserélve többször. Ellenkező esetben könnyen bekövetkezhet a baj. Hát, hogyha igazából hőgutát kap egy kutya, akkor amit otthon tehetünk, az általában édeskevés, de amit gyorsan meg tudunk tenni, az mondjuk egy hideg törülközőbe, vizes törülközőbe csavarás, jégakukat mellé dobálni gyorsan, aztán futás a legközelebbi állatorvoshoz, ahol ugye a hőguta az együtt jár egy sokkos állapottal, ahol keringéstámogatás, agyiödéma, ilyenek elő vannak, és ezeket mind kezelni kell. A tűző napot és az ezzel együtt járó hőséget a nagyobb testű, sötét színű, hosszú szőrű és a rövid orrú fajták viselik a legnehezebben. Rájuk fokozottan érdemes figyelni.